blokkfóbiások, óvakodjatok! Szeretettel üdvözlök mindenkit! Az Evaporshop jóvatából egy új dipkazán fog bemutatni, ami nem más, mint a Black Window, más néven Fekete Özvegy. A kazánnak a gyártója a Claude cég, akiről annyit lehet tudni, hogy rengeteg különleges dipkazán gyártott már, illetve tervezett, ilyen volt a Fishbone, illetve maga a teás csésze, fantázia névlelgató üveg dipkazán is. Nézzük is, hogy mit tett a doboz. A dobozt kinyitjuk, egy cellofán zacskó tárol elénk, amiben egy kerelme a csésze, egy tartalék csavarhúzó, illetve tömítő tések találhatók, illetve pótcsavarok. És mivel kerelme a csésze, tehát ezzel árulja, hogy maga ez a kazán egy kerelme a csészés kazán, ami rengeteg érdekességet tehet magában. Íme. Egy nagyon szépen megmunkált rozsdamentes acél polaszod van a kezemben most. Az oldalán egy gyöngyház festésű fekete özvegy stilizált pók található. A kazán alsó felén pedig maga a gyártó a polasztónak a típusa, illetve a polasztó sorszáma kapott helyet. A pozitív érintkezési pont vörös részből készült, ezáltal egy nagyon jó kontaktust biztosít a polasztónak. Ez a polasztó egy számos új dolgot rejt magában. Az egyik új dolog, amivel már találkozhatunk több polasztónál, az nem más, mint maga a dip-tip elgondolás, illetve tervezés. A dip-tipet leválasztom, látszik már is az alján egy érdekes dolog. Ez nem más, mint egy turbolapát, ami használat közben nagy sebesség elkezd pörögni, és ezáltal a képződött gőzt megkeverve egy egyenletes hőmérsékletű telt zsíros gőzt tud biztosítani a felhasználónak. A levegő ellátás. Mégpedig oly módon történik ennél a forlasztónál, hogy ezen a két hosszított levegő járaton kerül be a levegőnk egy belső légjáratba, amin keresztül áramolva két hosszított légbeemlő hornyon kerül a tekeréshez. Hosszított légjáratnak köszönhetően a levegő jobban átjárja a tekerést, ezáltal sokkal intenzívebb, keményebb, sűrűbb, zsírosabb gőzt tud produkálni ez a porlasztó. A porlasztó két oldalán van a levegőnyírás, ami egy levegőállító gyűrűvel lehet szabályozni, csökkenteni a keresztmetszetét a nyírásnak, illetve növelni. Ezáltal sajnos csak dual coil-val javasolt ez a kazán, mivel két oldalt van levegőnyírás, tehát nem lehet az egyik oldalt lezárni csak, tehát itt mind a kettő levegőnyírás nyitott vagy zárt állapotban van. Tehát tekintve egy nagyon jó átgondolt porlasztóról beszélünk. Térjünk el a porlasztónknak a bázis elemére, ami már több porlasztónál találkozhatunk ilyen megoldással, és dicséretes, hogy a gyártó visszanyúlt egy olyan technológiához, ami már jól bevált, és méltatlan elfeledésre került, az nem volt más, mint a kerelme csésze íme. Miért tűnik nekünk, hogy kerelme csésze kapott helyet ebbe a porlasztóba? Azért, mivel a képződött gőz a túl forró, át tudja melegíteni magát a kazánpalástot, illetve magát a bázselemet, ezáltal a készülékeket is károsítani tudja, és nem biztos, hogy kellemes dolog egy túlságosan forró gőz, ez a másik dolog. Viszont a kerelme csészének köszönhetően, mivel a kerelme csésze egy szigetelő anyag is egyben, nagyon jó ízt, illetve gőzt tud produkálni egy kerelme csészes kazán. Tehát ez már régi porlasztóknál is bevált dolog volt, hogy kerelme csészét tettek a tekerés közelébe, tekerés alá vagy köré, és ezáltal sokkal tehetebb, sokkal finomabb ízeket produkált egy porlasztó. Hát ennél a kazánnál sincs ez másként, tehát hogy kapott ez a kazán is egy gyárlag egy kerelme csészét, amiből van egy tartalék a csomagban, tehát hogyha eltörik esetleg, akkor pótolható. A másik dolog, amit szembeölték mindjárt, hogy három darab tömítés van a báziselemen, tehát nem fog a kazánunk alul szivárogni, tehát ez is egy nagyon jó kitalált dolog, hogy biztosították a tökéletes szigetelést az alsó részén a porlasztónak, tehát ez se fog fogyni a kazánunk.
Bekötési pontokról még egy pár érdekesség. Hát, mint látható, két bekötési pontunk van, de oszloponként két-két csavarral. Tehát ezt a kazánt igazából lehet duálkoilba, illetve quadkoilba is használni, de megmondom őszintén, a quadkoiltól eltekintenék, mivel annyira extrém alacsony ellenállásokat tudnánk elkészíteni egy quadkoilos tekeréssel, hogy nem biztos, hogy kellemes lenne egy túlságosan forró gőz képzés. Független attól, hogy ez a kazán, mondt, említettem már, kerelmes csészés, tehát itt nagyon átmelegedés nem lenne, de viszont magának a kazán téren belül viszont nagyon forró lenne a gőz szerintem. Tehát azért én nem is preferálom soha a quadkoit. Tehát ha lehet, akkor én inkább duálkoiba használom ezt a kazánt. Röviden, tömören ennyit szerettem volna elmondani el a porlasztóról. Nagyon jó ízű, nagyon jó gőzű, telt, zsíros gőzt képez, tehát csak ajánlani tudom mindenkinek ezt a kicsi pókot, csodapókot. Ezzel a kis idézettel kívánok mindenkinek jó egészséget és jó gőzést. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!